szerelmes vagyok, boldog vagyok, akkor szárnyalok, és akkor erőt érzek a gyakorlásban, amikor megtörténik valami lelkileg megterhelő dolog, én akkor nem tudok hozzányúlni hangszerhez. Rezdül a lélek, és vele rezdülnek a húrok. Ám ha megáll az alkotói vágy, megáll a kéz, Bodor Ágnes cselló művész szerint is. Egy kicsit természetellenes, közben mondjuk nagyon szép nőies, sem mutatja be Berény Róbert. Inkább az arcát nézem, vagy nem tudom, hogy mennyire szép. Az 1920-as évek végén készült Berény Róbert festmények múzsája és modellje is második felesége, a csellista Brajereta volt. 1928-ban készítette a magyar modern festészet egyik legfontosabb művét, a Csellózónőt. Az alkotást a Nemzeti Galériában nézhetjük meg, amely valójában egy kreált emlékkép. Berény nem nagyon láthatta már valószínűleg aktív muzsikusként zenélni Etát, hiszen valamiféle belső blokk alakult ki benne, egy lelki kényszerűség okán nem nagyon nyúlt már a hangszeréhez. Berény Róbert és felesége között minden szempontból megvolt a közös hang. Berény életét is végigkísérte a zene, hegedülni és csellózni is tanult, és több zenész portréját is megfestette. Ő is ismerte az alkotói válság érzését, évekig nem fogott ecsetet a kezében, miután emigrálnia kellett hazájából 1919-ben. Berény kifejezetten támogatta Etát abban, hogy újra játszani kezdjen, és számos törekvése is volt ennek ösztönzésére, többek között pszichoanalitikus barátaitól, azonban ezek sajnos nem jártak sikerrel, ezek a kísérletek. A festészetben megvan a lehetőség a legnagyobb gazdagságú lélek minden tartalmának közlésére, írja Berény. Ám feleségét ábrázoló több tucatnyi festményén mégsem engedi Eta tekintetét, vagyis lélektükrét láttatni. A csellózónő esetében azonban funkciója is van annak, hogy nem nézhetünk Eta szemébe. Érzékeny nő lehetett, és valószínűleg koncentrált, és amiatt tartja csukva a szemét. Érdemes eszünkbe idéznünk a majd 10 évvel későbbi csellózónő változatot, ahol Eta szinte direkt módon felveszi a nézővel a szemkontaktust, tehát ott egyértelműen ezen a nemzenélésen van a hangsúly. Ám ez a festmény lüktet. Belső feszültség, zenére figyelő arc, ellentétes irányban elhelyezett két láb, megfeszített munkát végző karok, kézfejek és ujjak. Különböző térérzetekkel játszik az alkotó. Egyfajta síkszerűséget figyelhetünk meg a Eta székének a raster hálóján, illetve a parkettának a furcsa játéken, szóval valahogy olyasmi hatást kelt, mintha egy ilyen kiterített, síkszerű kompozíció lenne, amit remekül ellensúlyoz a hangszernek a testisége, fizikalitása, az elég erőteljesen modellált hangszertest, amelyel szinte mintha ölelkezne éppen a zenélő hölgy. Bár a hangszer hosszú ideig, 15 évig porosodott a sarokban, később Berény álma valóra vált, és újra hallhatta zenélni feleségét, ám nem az ő unszolására. Ismerünk egy anekdotát egy festőtárs Bernát Aurel feljegyzéséből, aki meglátogatta a családot. 1939-ben egy nappal a háború kitörése előtt húrokat vitt Etának, aki a családi ebéd után felvette a hangszerét és elkezdett játszani, és játszott rajta egy körülbelül 1/4 órát, azonban utána egy ilyen sokkos állapotba került, és kijelentette, hogy itt van ténylegesen a vége ennek a zenei karriernek.